Művészettörténeti munka gyakran használt módszere az összehasonlító elemzés. Az eljárás azt feltételezi, hogy a képzőművészeti alkotások nem egymástól elszigetelten jönnek létre, hanem történetüket illetően összetartoznak. Attól függően, hogy az elemzés milyen módszertannal és milyen kérdésfelvetésből kiindulva tárgyalja a műveket, ez a kapcsolat különféle lehet. Szorosabb, vagyis az egyik mű alkotójának egy másik mű valós ismeretére vagy feltételezhető ismeretére alapozott, vagy tágabb, egy műtípus, egy hagyomány, egy motivum átvétele, amelyhez az általunk elemzett mű is sorolható, ezért összevethető a nagyobb csoporttal vagy annak elemeivel. Az összehasonlító elemzés jó példája annak, hogy a megértés milyen szorosan nyelvi jellegű, hiszen a megfogalmazások pontossága a figyelmet erősen irányítja egy-egy összetevőre, és a megállapítások újabb és újabb megállapításokat eredményeznek. Nem csak az érvelésünk szempontjából lehet tehát hasznos az összevetés, hiszen az elvégzése során az elemző maga is számtalan beismerésre tehet szert. Szélsőséges esetben akár arra az eredményre is juthat, hogy az összehasonlításnak az általa választott művel kapcsolatban vajmi kevés értelme van. Pozitív fordulat azonban, ha újabb és újabb hasonlóságok vagy különbségek merülnek fel, amelyeknek a mérlegelése révén újabb belátások adódnak. Az ilyen elemzésnek azonban, mint tulajdonképpen bármilyen tudományos szövegnek, csak akkor van értelme, ha van egy kiinduló tézisünk, egy feltételezés, ami megalapozza az összevetést. A szónoklattanok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy ha sikerül egy tézist megfogalmaznunk, erre kell építenünk az érvelést, és természetesen ebben az esetben sem lehet ez másként. A szöveg összehasonlítást tartalmazó része az összevetés alapjául szolgáló tézis alátámasztására kell, hogy szolgáljon, és a befejezésben meg kell vizsgálnunk, hogy beteljesítette-e a várakozásainkat a két vagy akár több mű összevetése. Nagyon tág azoknak az elemzési szempontoknak a köre, amelyeken belül az összehasonlító elemzés helyet kaphat. Lehet ez akár stílusvizsgálati szempont, ahogyan Wölflin maga is alkalmazta a két vetítős egyetemi előadásain, amelyeknek eredményei a Művészettörténeti Alapfogalmak címen összefoglalt fogalompárok a klasszikus és a barokk művészet megkülönböztetéséhez. Ezen a szemléletmódon belül nagyon fontos szerepe van azokban a vizsgálatokban is, amikor meg akarjuk állapítani egy mű korát vagy keletkezési helyét, vagy akár azt, hogy hogyan viszonyul más művekhez. Vagy arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy életművön belül hogyan alakul egy képi probléma feldolgozása. Hasonló a szerepe akkor is, ha egy monográfus látni szeretné, hogyan változott egy művész stílusa egy időszakon belül, mint itt a példa mutatja Gulácsi esetében. De ugyanígy az összehasonlítás jelenti az egyik támpontot, ha a kutató arra kíváncsi, hogy egy alkotás eredetie, ezért összeveti a művész kétségtelenül eredeti műveivel. A stílusvizsgálat mellett a tartalmi kérdésekben is számottevő eredményeket várhatunk az összehasonlító elemzéstől. Egy ikonográfiai vizsgálatnál a típus beazonosítása miatt lehet fontos, de az apró eltérések kimutatása a tartalmi hangsúly eltolódásokra is rávilágít. Ugyanígy jelentős a kompozíciós vagy motivikus átvétel kimutatása, a képtípus minták felkutatása, amelyhez mind összehasonlító elemzésre van szükség. Ez utóbbiak egy korra, egy művészre vagy egy adott műre utalhatnak vissza, amely utalásnak az értelmezésben nagyon fontos szerepe lehet. Sylvan Barnett a Short Guide to Writing About Art című könyvében az összehasonlító elemzésnek szövegszervezését tekintve két módját különbözteti meg. Az egyik nagyobb egységekből építkezik. Először az egyik művet elemzi, majd a következő szövegrészben a másik mű kerül elemzés alá, ugyanazon szempontok szerint. A másik lehetőség a részletről részletre haladó elemzés. Itt a részletmegfigyeléseket felváltva vizsgáljuk, az egyik, illetve a másik művön megfigyelésről megfigyelésre haladunk, és közben egyszerre vizsgáljuk a két képet. Nézzük először az első lehetőséget, ahol nagyobb egységekben gondolkodunk. Az ablakban álló, a párkányra támaszkodó nő képtípusa igen gyakori az újkori festészetben. Az ember alak ablakba helyezését a kép ablakként való értelmezése tette olyan közkeletűvé a reneszánsz óta. A kép így egy másik tér megnyitását teszi lehetővé, olyan, mintha az épület belsejébe az egyik ablakon keresztül látnánk be.
Ezeken a képeken az emberalakok portréalanyokként jelennek meg. Foglalkozásukat, társadalmi állásukat a párkányra helyezett tárgyak és a ruhájuk mutatja. Szépfalvi Ágnes képe utal a nőablakban témára, ám a fentről félig nyitható ajtó és a leegyszerűsített tárgyi környezet egy ismert holland festményt, a Samuel van Hoogstratennek tulajdonított női portrét idézi, sőt azt mondhatjuk, parafrazeálja, méghozzá meglehetősen provokatív módon. A 17. századi portrén látható nőalak szigorúan zárt, sötét ruhát visel, fehér inggel. A fekete, a fehér és a barna árnyalatai uralják a festményt, csupán a nő nyakában látható kettős gyöngysor piros színe élénkíti a képet. Főkötője szigorúan összefogja a haját, szemét lesüti, pillantása határozottan oldalra irányul. Kezeit az ajtó alsó, zárt részén nyugtatja. A kép színezése visszafogott, a fényárnyék ábrázolás a Rembrandtnál megszokott füstös tónusokon játszik. A jelenet pillanatszerű, mintha a nő csak egy pillanatra kukkantana ki az ajtón, mintha várna valakit. Szépfalvi képe egészen hasonló a holland kép szerkesztéséhez. A nőalak itt is egy felülről nyitható ajtóban jelenik meg, ám öltözete éles ellentétben áll a 17. századi előképpel. A fiatal nő kihívó csipkés melltartót visel, a fején törölköző, mintha csak a fürdőszobából lépett volna ki. Határozottan és büszkén néz előre, mint aki tudatában van annak, hogy figyelik, ezért magabiztosan pózol. Lakkozott körmű kezeit az ajtó alsó, zárt részén egymásra teszi. A lila törölköző és a zöld ajtókeret együttes hatása mozgalmassá teszi a képet, ahogyan a nő testájait hangsúlyossá tevő fényárnyékjáték is. Szépfalvi nő alakja egyáltalában nem pillanatszerű, sokkal inkább keresett a tartása. A kép 17. századi előképéhez hasonlóan utal a nőtől elvárt megjelenésre, ám azt nagyon is korunknak megfelelően teszi. Ebből származnak a beállítás ellenére olyan hangsúlyos ellentétek. Itt a nagyobb egységekkel dolgozó elemzésnél fontos akár többször ellenőriznünk, hogy vajon minden felvetést megvizsgáltunk-e a második képnél is, ami az elsőnél már felmerült. Érdemes a második képről szóló szövegrészben többször visszautalnunk arra, hogy az elsőnél az adott vizsgálati szempont milyen eredményre vezetett. Most nézzük, hogyan lehetséges ugyanezt az elemzést a pontról pontra haladó szövegszervezéssel megoldani. Samuel van Hoogstraten és Szépfalvi Ágnes képe szerkezetét tekintve nagyon hasonló. A nőalak mindkét festményen egy felülről nyitható ajtóban jelenik meg, ami a kortárs képen diszonáns hatást eredményez, hiszen a modern öltözetű fiatal nő egy régies keretben látható, amit leginkább falusi környezettel tudunk összekapcsolni. A holland festményen megjelenő nőalak szigorúan zárt, sötét öltözetéhez és egyszerű hajviseletéhez képest Szépfalvi Nínája épp csak egy csipkés melltartót visel, a fején pedig egy lila törölközőt, mintha most fejezte volna be a fürdést. A színezés és az árnyékolás a zöld és a lila kontrasztjától és a nő testájait hangsúlyossá tevő fényárnyéktól nagyon eleven, ami Hoogstraten barnás tónusaival éles ellentétben áll. Míg a 17. századi portrén a hölgy szemérmesen oldalra pillant, Nina büszkén néz ki a képből, mint aki tudatában van annak, hogy figyelik, és ezért pózol. Vörösre lakkozott körmei ápoltságról árulkodnak, míg Hoogstraten képén a nőalak kezei inkább csak világos foltokként válnak ki a sötét árnyalatok közül. Mind a ruházat, mind a színezés, mind a póz a nőktől korunkban elvárt dekoratív és kihívó megjelenést közvetíti, ami a nő ablakban téma számos feldolgozásánál előfordult ugyanaz elmúlt évszázadokban, ám számunkra mégis leginkább a reklámfotókról ismert. Ennél a pontról pontra haladó elemzésnél nagyon fontos ellenőriznünk, hogy az olvasó vajon tudja-e követni a szöveg gondolati mozgásait, nehogy elveszítse a fonalat és ezzel az érdeklődését is. Mindkét esetben ugyanilyen fontos, hogy a tézisünk, azaz alapvető szempont, amit vizsgálunk a műveken, ne vesszen el a részletmegfigyelések mögött, hanem minden esetben annak rendeljük alá. Másként ugyanis az olvasó felesleges játéknak fogja érezni az elemzésünket, ami célját vesztette. Az ilyen szövegtípus szerkezetét tehát alapvetően egy gondolati alakzat, a párhuzam határozza meg, amelynek pontos követését kell biztosítanunk az olvasás során, anélkül azonban, hogy unalmassá váljon.
A képleírás alapvetően térbeli mozgást jelent, hiszen a szem a kép síkját, illetve a kép által ábrázolt teret járja be. Ezért lényeges, hogy a viszonyítási pontokat pontosan adjuk meg, a látás aktusát elevenen, cselekvő felfedezésként közvetítsük. A retorika a szövegnek azt az elemét, amelyik a valóság egy darabjára mutat, deixisnek nevezi. Gottfried Böhm szerint ez a művészettörténeti leírás egyik legfontosabb eszköze, és voltaképpen a célja is. Rá kell mutatnunk a mű azon elemeire, amelyek az értelmezést döntően befolyásolják. Segítségünkre vannak ebben a mutató névmások. Ez, az, ilyen, olyan. A határozó szók itt, ott, innen, onnan. De segítenek a pontos megnevezések is. Egy másik segítség, hogy az olvasó könnyen követni tudjon bennünket, ha instrukciókat adunk a számára. Most nézzük meg! Emeljük a tekintetünket a hegyek fölé. A feladat ehhez a videóhoz a következő. Adok egy-egy képi párhuzamot az előző alkalommal a feladatban használt képekhez. Kérem, hogy lehetőség szerint maradjanak annál a műnél, amit az előző feladatban írtak le. Majd készítsenek egy összehasonlító elemzést 2500-3000 karakterben. Mielőtt megírják, hozzanak döntést, hogy a blokkszerű, vagy a pontról pontra haladó szövegszervezést alkalmazzák-e. Sylvain Barnett javaslata, hogy a szöveg ellenőrzésénél három szempontot tartsunk szem előtt. Az első. Egyértelműen megvan-e fogalmazva a szöveg elején, hogy miért vetettük össze a két művet? A második. Világos-e az összevetés szövegszerű megoldása? Tartottuk-e magunkat az említett két típus valamelyikéhez, vagy csapongó volt az elemzésünk? A harmadik. Igazolta-e az elemzés a felvetésünket, az elején megfogalmazott tézist?